A Hyundai standján számomra egyetlen fontos autó van, ez pedig egy Hyundai i20 VRC, amely azért fontos, mert végre lesz egy újabb gyártó, aki beszáll a rally világbajnokságba. Ugye idén már üdvözölhettük a Volkswagent, akik visszaszálltak, illetve beszálltak az autósportba és beszálltak a Rally VB-be, már megszerezték az első futamgyőzelmüket is. Lesz majd egy újabb gyártó, igaz, csak 2014-től. Erről az autóról egy kicsit később majd beszélek, azonban miután a Hyundai nagyon fontos gyártó és nagyon fontos szereplője az autógyáraknak, hiszen éppen a Kiával köröltve ugye a negyedik legnagyobb autógyártó a világon. Hát van itt azért olyan autó, amit az utcára is hoznak, újdonságot módosítanak, de hát erről mint mindig most is János fog beszélni. A mögöttünk látható kicsit nyurga Santa Fe-t egyáltalán nem értem, ez eddig is egy nagy autó volt. Miért kellett ezt még megnövelni? Hát azt gondolom, hogy erre a szabadidő szegmensre egy egész nagy szükség van. Ugye, ha meggondolod, hogy hány ilyen nagyon nagy szabadidő autó van mostanában, akkor így elég szép szám. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre is szükség lehetett. Valószínűleg nem a magyar vásárlói igényeket szolgálja ki, hanem inkább az európaiakat, meg az amerikaiakat. Ugye tényleg annyi van, hogy egy nyújtott tengelytávú változat, ugye ez már hétüléssel is rendelhető, tök szép, tök nagy. Egyenlőre azt tudom, hogy 2.2-es dízelmotorral lesz csak, meg automatával, de gondolom, hogy az jövőben majd tovább fejlődik. De azért nem ez az egyetlen újdonság, tehát azért van itt egy X35 modellfrissítés, egy kicsit most már frissebb lett a megjelenése, és hát az is látszik tényleg, hogy a Hyundai mekkora márka, hogy most már ezekre az új, modernebb technológiákra is nyitottak, tehát itt egy Sonata hibridist van, vagy amiről már Párizsban is beszéltünk, egy üzemanyagcellás X35, ami ugye a tesztelési fázisban van, tehát elég sok újdonság van itt, de valóban egy rallisnak biztos, hogy egy i20 VRC lehet a megfelelő választás. Én egyébként kicsit félek attól, hogy ők megint csak a Volkswagennél kettesben fognak maradni, ugye a Citroen jövőre már nem fog menni, tehát szükség is van arra, hogy végre még egy márka majd a Volkswagen, hogy egyre sikeresebb Volkswagen mellé belépjen. Így van, hát a vérfrissítés majd nagyon szükséges lesz a rally világbajnokságban, bár igaza van Jánosnak, valószínűleg kiszáll a Citroen 2014-re, ezt még nem tudjuk biztosan, de az autók ugyanúgy maradnak, hiszen idénre például 2013-ra kiszállt a Ford is, és mégis ott van M-Sport néven ugye a Ford márka, tehát ezek az autók azért nem tűnnek el. De valóban érkezik egy új VRC, ugye ezekről az autókról azt kell tudni, hogy világmotorral szereltek, az 1,6 literes turbós motorjuk van, körülbelül 300-320 lóerőt tudnak ezek a kocsik, manuális 6-sebességes szekvenciális váltó van bennük, nincsen aktív differenciálmű, tehát egyre fontosabb az, hogy a sofőr milyen képzett. Nem véletlenül a fejlesztési fázisban egyre több embert vásárol meg a Hyundai, tehát gyakorlatilag minden héten jön egy olyan hír, hogy melyik nagy sztár mérnököt, melyik nagy sztár versenyzőt, vagy melyik nagy sztár volt versenyzőt vásárolja meg magának, hogy ez az autó, amit a háttérben is láthatnak, illetve a képeken, ez az i20 VRC egyre jobbá váljon. Ilyen például a egyik nagy sztárjuk, akit megvettek, Tomi Makinen, aki segít a fejlesztésben, de már Franciaországból többek között Citroen mérnököt is sikerült vásároljanak. Én azt gondolom, hogy ez a kocsi záros határidőn belül nagyon jó autóvá fog válni. Természetesen Németországban van a központja, ott van a fejlesztő brigádja, folyamatosan tesztelgetik, most már folyamatosan mutogatják a sajtó képviselőnek. Egyre több olyan esemény van, ahol láthatjuk ezt a kocsit. Itt természetesen egy ilyen félmaket változat van, viszont ebben a fekete-kék dizájnban már nekem nagyon tetszik. Még egyetlen mondat erejéig visszatérnék Jánoshoz. Egy Mercedes GL méretű borzalmas autó, hiszen lássuk be, hogy ez az újdonság, ez az igazi újdonság most számunkra itt Genfben a Hyundai standján. Mikor Amerikában vagyok, akkor érzem, hogy ott a Hyundai már tényleg elérte azt a szintet, hogy igenis vásárolják az autóit, hiszen igenis volt évautója Amerikában, olyan technikai felszereltségek, olyan autók vannak, akár Genesis Coupé szinten, hogy ott egy amerikainak már nem furcsa, hogy igen, bemegy a kereskedésbe, és ő most nem egy Mercit vagy egy BMW-t vesz, hanem vesz egy marha nagy Hyundai-t. Európában érzed-e azt, hogy egy ekkora autó ellenfele lehet mondjuk egy GL Mercinek? Azt gondolom igen, sőt én megfordítanám, tehát hogy Amerikában inkább az van, hogyha bemennek egy szalomba, egy átlagvásárló sokkal inkább választ egy Hyundai-t, mint egy BMW-t vagy egy Mercit, tehát hogy sokkal népszerűbb a márka, ő a BMW meg a Merci most akar oda igazán betörni. Itthon pedig szerintem az ára lesz, ami meggyőzi a vásárlókat. Igenis, ezek egy nagyon jó minőségi autók, ugye 5 év garancia, az is ugye futásteljesítménytől független, tehát akármennyit mehetsz vele. És ez az európai igényekre van, a futómű, a kormányzás, mindenki találva. Tehát ha egyszer valakinek tetszik kívülről és kipróbálja, én nem hiszem, hogy csalódni fog benne. És ugye ott van még, hogy jóval olcsóbb, mint mondjuk egy Mercedes. Tehát szerintem van létjogosultsága, hát meglátjuk, hogy hányan fogják ezt választani.